Gárdonyi Géza Karácsony a Názáreti házban Jézuska egy napon hazafelé mendegéle az iskolából, s vala ama nap téli hideg hóval teljes. De a kis Jézuska nem fáza. Subácskája vala ama bárányka bőréből, amelyet a pásztorok ajándékozának születése éjén, A lábán sarucska, a fején süvegecske és íme, amint haladna az úton az isteni gyermek, láta egy koldusasszonyt a názáreti hídon. Öreg vala pedig az asszony, és reszkete a fázásban. Megkékült vénkezét, ölébe kulcsolva nézte szomorúan. Jézus látta őt, és megállt előtte, és szóla. Asszony néném, miért, hogy itt ülsz e havas kövön? Amasz pedig feleli: Nincs hol megpihennem, mert úgy kerültem éne városba, mint a széltől fújt töviskóró. Idegen vagyok itten. És Jézus mondá: Jövel mi hozzánk, a mi hajlékunk meleg! Amasz pedig feleli: Ó, édes ajkú gyermek, hiszen ha minden ember gyermek volna, bármely házba is beléphetnék és marad a ültön. Jézus pedig elszomorodik, és benyitván a házba, találá anyját, Máriát az ablaknál ülve, ingecskét foltozván. És Jézus köszönté őt mondván, Dicsőség a mennyben Istennek, s anyjához fordulván megcsókolá kezét. Mária pedig megöleli a gyermeket, és mondá, Szerelmes egy fiam, Tudod-e, hogy ma van születésed napja, Im már betöltét hatodik évedet. És vetkeztetvén őt a subácskából, Tovább beszéle édesen. Mivel szerezzek néked gyermekem örömete napon? Anyácskám! Felelte Jézus. Csak olyan örömet szerez nékem, amely néked is öröm. Mert ahol ketten örülnek, az az igazi öröm. És ahol hárman örvendeznek, az a boldog öröm. S Mária felelé, miképpen örvendezhetnénk hárman, A vagy nem tudod, hogy atyát kapernaumban dolgozik? Jézus pedig mondá, A híd kövén, az úton egy asszony atyánk fia ül. szólíts be őt, mert az én hívásomra nem jű. Mária pedig elcsodálkozik, és mondá. Mely atyánk fia járna erre? S Jézus feleli. Nem tudom a nevét. S Mária kérdi. Vajon ő mondotta el, hogy atyánk fia? Nem mondotta, feleli Jézus. Hát akkor honnan tudod, hogy atyánk fia? Jézus behunyá szemét, és csendesen feleli. Érzem. Mária ekkor kendőt borít a fejére, és kimene az útra, és megtalálá az asszonyt, és szólítá nyájasan. Ki vagy te? S Amaz feleli. Koldus vagyok. Kapernaumból tévejettem ide, mert homályos immár szememnek látása. S Mária szóla. Jér velem. Az asszony felkele és követi Máriát és mikor megérkezének a házhoz, Jézus megnyitá előttük az ajtót. Mária pedig bevezetvén az asszonyt, székettőn a tűzhely mellé, és mondá. A tüzem elaludt, de a fal még meleg. Ülj le! Az asszony szemérmesen letelepedék, és boldog fohászkodással áldja vala magában az urat, Jézus pedig mondá. Anyácskám, a mi atyánk fiatalán éhezik is. S Mária felelé, már adok ennie. És elővevé a kenyeret és szelvén belőle, Nyújtá az asszonynak mondván, Nincs egyebem, asszony nénikém, A férjem oda van ácsolni, Ilyenkor nem főzünk. S a koldus rebegé, Ó áldott óra, ó áldott hajlék, störne a kenyérből, de a kenyér az ölébe fordula, mert nem bírja vala tartani ujjainak gémberedettsége miatt. Mária azonban fogá a kenyeret, és szeletekre metéli az asztalon. S míg Mária ebben foglalatoskodék, a gyermek Jézus odahúzódik az asszonyhoz, és áhítatosan nézvénreá, áll, két kis tenyerébe fogá a koldusasszony kezét, és huhókolá lehelgeté és mind a hárman örvendezének Nagy-Magyarország nagyképes naptára 1912